szűrővizsgálat. A megelőzésre, a betegségek korai felismerésének fontosságára hívták fel a figyelmet a Vesebetegek Siófoki Egyesületének tagjai. Férfi nap. Könyvtári kedvezményhez juthattak ma a férfiak azon a darts versenyen, amelyet a Takács Gyula megyei könyvtár rendezett. Libadalom. A gasztronómiától a gyerekjátékokig minden a libáról szólt 3 napon át Siófokon. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Szűrővizsgálatra várták az érdeklődőket szombaton Siófokon. A Vesebetegek helyi egyesülete minden évben egy alkalommal tartja meg a programot, hogy ezzel is időben kiszűrhessék a problémákat. A vesebetegségeknek ugyanis a korai időszakban nincsenek tünetei, sokszor csak a laborvizsgálat segít kideríteni a baj okát. Kinyújtott karral, és akkor mindjárt mérünk. Test zsír százalékot mértek ennél az asztalnál, de a vérnyomást, a véroxigén szintjét, valamint a vércukrot is nézték a szombati siófoki szűrőnapon, ahol a vizeletvizsgálaton is mérték az értékeket. Éppen most itt a kis vizsgálaton kiderült, de előtte is voltak róla információim, hogy egy kis fehérje kiválasztásom az van, tehát valószínűleg, hogy ma régebbtől valami nem jó a kiválasztó rendszerrel. Volt, aki egy megfázás után ellenőrzésképpen érkezett a szűrőnapra. Betegségem elmúlt, de mondom, azért kíváncsi vagyok, hogy mi van, hogy nem-e valami visszamaradt, vagy hogy mégis mi a teendő ilyenkor. A Vesebetegek Siófoki Egyesülete minden évben szervez szűrőnapot, azért is, mert fontos a megelőzés és a minél korábbi felismerés, hiszen a vesebetegségnek a korai időszakban nincsenek tünetei. Általában laborvizsgálatoknál derül ki, vagy pedig az, hogy fáradt a beteg. Legtöbbször ez a fáradtság jele, ami következtethet, és ugye laborvizsgálat az feltétlenül kell, mert hát vannak olyan vizsgálatok, amit itt nem tudunk megcsinálni. Az egésznapos szűrésre folyamatosan érkeztek. Voltak, akik már panasszal, mások tünetmentesen a prevenció jegyében. Akinél találtak valami problémát, a normáltól eltérő értékeket, őt házi orvoshoz, szakorvoshoz irányították. Az őszi és téli hétvégeken is népszerű a Balatonföldvári kilátó, ami egy hajózás történeti látogatóközpont is egyben. A balatoni hajózást, vitorlázást bemutató interaktív kiállítás egy különleges, hajó alakú épületben kapott helyet, melynek árbóca a tó legmagasabb épített kilátója. A páratlan panorámájú építmény csütörtöktől vasárnapig tart nyitva. A Nemzetközi Férfi Nap alkalmából darts versenyt hirdetett a Takács Gyula megyei és városi könyvtár Kaposváron. A játék lényege az volt, hogy aki eltalálja a táblát, az már biztos, hogy valamilyen kedvezményben részesül, akár új beiratkozó, akár meglévő olvasójegyét készül meghosszabbítani. A könyvtárban minden alkalmat megragadnak, hogy megőrizzék régi olvasóikat, illetve újakat csábítsanak az intézmény falai közé. A Nemzetközi Férfi Nap egy újabb apropót adott erre. Töltöttük a fejünket, hogy milyen játék is jöhet szóba, ami esetleg itt a könyvtár keretein belül is megvalósítható. És akkor elvonult mellettünk egy kolléganőnk, és mondta, hogy hát én nekem otthon van dárcom. És abban a pillanatban már le is csaptunk az ötletre, hogy hát ha van, akkor dárcozni fogunk. Azt, hogy jó-e a dobás és hogy mennyit ér, egy ifjú hölgy, Neumayer Kitti felügyelte, aki 3-szoros ifjúsági Európa-bajnok. Szerintem első próbálkozásra olyan volt, mint amire számítottam. Nagyon-nagyon sok gyakorlást igényel, ahogy már elmondtam, viszont ahhoz képest eltalálták a táblát, úgyhogy szerintem eredményesek voltak. Voltak olyan vállalkozók is, akiknek már könnyebben ment, hiszen otthon is gyakoroltak, de nem csak a darts miatt jöttek, hiszen rendszeres látogatói a könyvtárnak. Nagyon sok év volt a tagja vagyok a könyvtárnak, és minden ilyen kedvezménynek, kezdeményezésnek nagyon örülök. Hát ugye értesülünk, hírleveleket kapunk, tehát és az meg, hogy a férfi nap alkalmából ilyen lehetőségünk van, én azt gondolom, hogy ha lehet teheti, mindenki éljen vele. Néhány iskolában is úgy gondolták, hogy jó alkalom ez arra, hogy több fiatalt csábítsanak a könyvtárba. Remélem, hogy lesznek olyan dobóink, akik azért be tudnak iratkozni a könyvtárba, mint ahogy itt mögöttem már látszik is, mert van a fiatal ember, aki nyert egy ingyenes beugrót a könyvtárba. Hát talán reméljük, hogy ezzel a többieket is megnyerjük a könyvtár használatra.
A dobás pontosságától függően alakultak a kedvezmények is. Aki például bult dobott, egy évig ingyen használhatja a könyvtár szolgáltatásait. A játékos verseny este 7 óráig tartott a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. Újsághirdetésben toboroz új munkatársakat Somogy megyében a MÁV, a Balatonpartra vezetőjegyvizsgálókat, Kaposváron pedig mozdonyvezető gyakornokot várnak. A kollégák egy része nyugdíjba megy, vagy magánvasúttársaságoknál folytatják a munkát. Mindkét munkakörben azonosok a béren kívüli juttatások. Az éves kafetéria bruttó 271.400 forint, a szép kártya vendéglátás alszámlájára további nettó 92.900 forintot biztosít a vasúttársaság. Egy év munkaviszony után utazási kedvezményre is számíthatnak a MÁV alkalmazottak, írja a Sonline. Igalon kézzel készített lámpásokkal vonultak fel a helyiek, közöttük idősek és fiatalok egyaránt. A hagyományok felelevenítése mellett jótékony célja is volt a megmozdulásnak. Hamarosan jövünk a részletekkel. Minden vasárnap délben tartanak ételosztást Siófokon, de a rászorulók a hét többi napján is élelemhez juthatnak, hiszen már a balatonparti városban is található enni adok doboz. Ebbe bárki beletehet, és ebből bárki el is vihet élelmiszert. A szekrény első nagy feltöltését 150.000 forint értékben az egyik pénzintézet helyi fiókja vállalta magára. Csomagolják az ebédet az ételosztáshoz Siófokon. Minden héten más-más étterem kifőzte készíti a rászorulóknak az egytál meleg ételt. Földkrumpli van hozzá, és ilyen borsos tokány. Minden vasárnap osztanak ételt, legutóbb volt a 135. alkalom. Az egytál étel mellé kenyeret és gyümölcsöt is kaptak a rászorulók, aki pedig időben jelezte, meleg ruhát is kapott. Nekem ez is nagy segítség. A rászorulók a hét többi napján is élelmiszerhez jutnak. Siófokon az új piacnál már üzemel az enni adok doboz. Ebbe bárki beletehet, és ebből bárki elvehet élelmet. Az első nagy feltöltést az egyik pénzintézet vállalta magára. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a rászorulókat támogassuk. Van egy helyi értékpályázatunk, egy ilyen elnevezésű pályázat, ahol mi kerestünk Siófokon egy olyan lehetőséget, ahol rászoruló embereket tudunk támogatni. És nekünk az az ötletünk támadt, hogy az országban pár helyen már elindult ez az enni adok ételdobozos történet, ami arról szól, hogy a lakosság a megmaradt ennivalóját elhozhatja ide, el lehet helyezni ebbe a dobozba a megmaradt száraz élelmiszereket. A pénzintézet helyi fiókjának munkatársai 150.000 forint értékben vállalták az enni adok doboz első nagy feltöltését. Jelenleg száraz tészták, konzervek, pékáruk találhatók benne, de bárki bármilyen tartós élelmiszert beletehet, amelyre nincsen szüksége, de másnak nagy segítség lehet. Mától téli menetrend szerint közlekedik a Komp, Tihany és Szántód között. Az első Szántódrévről 7, az utolsó Tihanyból 17 órakor indul el. A Komp óránként közlekedik. A járatokat szükség esetén a menetrend felfüggesztésével sűríti a Balatoni Hajózási ZRT. Ez azt jelenti, hogy amikor megtelik egy Komp, akkor azonnal elindul a túlpartra. Szent Mártonra emlékeztek Igalon. A somogyi településen kézzel készített lámpásokkal vonultak fel a helyiek, közöttük idősek és fiatalok egyaránt. A hagyományok felelevenítése mellett jótékony célja is volt a megmozdulásnak, hiszen az iskolásoknak adománygyűjtést is szerveztek. Hagyományteremtő szándékkal lámpás felvonulással emlékeztek Szent Mártonra Igalon. Az általános iskolás gyerekek szüleikkel, kisebb testvéreikkel és tanáraikkal több utcán keresztül világító lámpásokkal sétálva idézték fel a múltat. A gyerekek között volt, aki saját kezűleg készített lámpást. Ilyen doboz az alja, és sütőpapír itt a külseje. Ragasztottunk rá ilyen nyudas mintákat, raktunk bele mécsest, és ilyen kis madzagot raktunk rá. A településen található Szent Anna templom része a Szent Márton nyomán haladó vallási vándorútnak, emellett a templom eredeti védőszentje is Szent Márton. A lámpásokkal felvonuló tömeg éppen ezért itt fejezte be útját. Arra emlékezünk, hogy régen az emberek novemberben fáklyákkal, lámpásokkal jártak misére, mert nem volt novemberben, ugye hamar sötétedett, és nem volt lámpás
lámpások, meg nem volt világítás, közvilágítás. A gyerekek Szent Márton történetét is jól ismerik. Ő egy katona volt, és utána meg akarták választani püspöknek, és a Libaulban bújt el, és gágogásával elárulták a livák. Szép ott a szép, ő lesz a revén. A lámpás felvonulást idén először rendezték meg a somogyi településen. A hagyományok felelevenítése mellett jótékony célja is volt a megmozdulásnak. Szerettünk volna olyan programot csinálni, ahol a fiatalok és az idősek is aktívan részt tudnak venni, illetve Szent Márton nevéhez amúgy is a segítségnyújtás kötődik, és ezért egy adománygyűjtő programot tettünk mellé, amivel az a célunk, hogy a résztvevők támogassák a szülői szervezet és a diák önkormányzat munkáját. Az összegyűlt adományokból különböző programokat, kikapcsolódási lehetőséget szerveznek az iskola tanulóinak. Ejtőernyős videót osztott meg a Siófok Kiliti repülőtérről Magyarország első akrobatikus kosárlabda csapata, a FACE Team. Az extrém sportokkal foglalkozó győri fiúk idén ősszel egy tandemugráson vettek részt a Balaton felett. Az összeállításban látszik a tó sziluettje, ami egy újabb imázs videónak is tekinthető, írja a likebalaton.hu. Minden a libáról szólt ezen a hétvégén Siófokon. A hagyományos libadalomban a gyerekeknek libás játékokkal kedveskedtek, de a szárnyasból készült ételekkel is várták a helyieket és a városba látogatókat. Lehetett kapni libacompot, töltött libanyakat, libagulyást, de még libás rizottót is. Bár Szent Márton napja már elmúlt, Siófokon ezen a hétvégén minden a libáról szólt. Három napon át a gasztronómiáé volt a főszerep a belvárosban. Zuza pörköltet eszek, tarhonyával és nyak van benne. Nagyon finom. A tradicionális liba ételek mellett újdonságokkal is találkozhattak az érdeklődők. Libamell rizottóval, aprólék libamell, illetve kis zúza, borsó, rizs. Tehát egy ilyen kásaszerűség. Az egyik legnépszerűbb étel azonban a libagulyás volt. A libahús van benne a csonttal mindenne, ugye mint egy csirke benne van minden része, de a zöldségek, mert minden az ugyanaz. Nagyon finom. A gasztronómiai élmények mellett családi programok, bemutatók és más kulturális események várták a látogatókat a háromnapos siófoki libadalmon. Az ország több pontján, így a Balatonnál is havazás fogadta a koránkelőket. Összefüggő hótakaró azonban nem alakult ki, mert később a havas esőből eső lett. Közben a Magyar Közút elindította az első sószórógépeit. A szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és cseréljék le a nyári gumikat. Az erzsébetnapi népi jóslat egyébként úgy tartja, ha ezen a napon havazik, a karácsony is szép havas lesz. Szűrővizsgálat. A megelőzésre, a betegségek korai felismerésének fontosságára hívták fel a figyelmet a Vesebetegek Siófoki Egyesületének tagjai. Férfi nap. Könyvtári kedvezményhez juthattak ma a férfiak azon a darts versenyen, amelyet a Takács Gyula megyei könyvtár rendezett. Libadalom. A gasztronómiától a gyerekjátékokig minden a libáról szólt három napon át Siófokon. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap is borús, esős időre számíthatunk, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel.